Szüreti munkások az Egyetem szőlészetében Pécsett július 18-án elkezdődött a szüret ezen az ültetvényen. Erre előzetesen még a szakemberek sem számítottak. A kutatóintézet több mint 70 éves fennállásából származó adatok alapján is kijelenthetjük, hogy ilyen korán szüret még sosem volt sem Magyarországon, sem a Pécsi Egyetemi Kutatóintézetben. Előzetesen úgy tervezték, hogy július végén, augusztus elején indulhat a szőlőfürtök betakarítása, azonban az időjárás, illetve az érési folyamatok másképpen alakultak. Jó 3 héttel korábban vagyunk most, hogy indul a szüret. Elsősorban a pécsi nemesítésű jázmin és más rezisztens szőlőfajtákkal indulunk meg ebben az évben is, mint ahogy szoktunk is. A kollégáink ilyenkor már folyamatosan járják a táblákat, monitorozzák, érésdinamikai vizsgálatokat végeznek, és ezekből a paraméterekből mi már látjuk, hogy mikor kell készülni a szüretre. Így történt ez a tegnapi nap folyamán is, hogy kollégák végigjárták a táblát, és láttuk, hogy elérkezett az idő. Korai, gyors szüretre számít a szőlészetekben a borász. Mindenfajta érése korábbra került idén, így az új bor is hamarabb kerülhet az asztalra. Évek óta már a Márton nap csak egy ilyen szimbolikus jelentőséggel rendelkezik. Általában az első a szület időszak után kb. Egy hónappal tudnak megjelenni az első borok. Mi először születeltünk, de itt 1-2 héten belül azért ez föl fog pörögni országosan is. Hogyha az új üvegvisszaváltós rendszer, a DRS rendszer nem fogja befolyásolni, akkor ez augusztus végén várhatóan már a polcokon lehet palackos borként. A szakember azt mondja, a déli fajtájú szőlők kerülhetnek előtérbe a klímaváltozás hatására hazánkban is. A borászok ma már más problémákkal találkoznak, mint évtizedekkel ezelőtt. Ezek égető kérdések, és az a szőlőnél ezt nagyon nehéz megválaszolni, ahol 40-50 évre tervezünk egy komoly ültetvényt. Persze lehet átoldani, de az sem egyszerű azért, hogy egy fajtát váltsunk egy ültetvényben. Úgyhogy rövid távon a jobb beérést, biztonságosabb termést látjuk. Régen azért a szőlőnél ez nem volt mindig egyértelmű. Ugye az első kérdés a mustfok volt annak idején, hogy milyen mustfokkal termett, mennyi termett a szőlőn. Manapság inkább az ellentéte, hogy ki tudjuk erjeszteni a magasabb mustfokot, annyira magas a cukortartalom és alkoholtartalom van. A kutatóintézetben éppen azon dolgoznak, hogy a változáshoz megtalálják a megfelelő fajtákat. Sok kérdést kell még megválaszolniuk, mondja Ipacs Szabó István. We'll be right back.